a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Ragaszkodnak a vállalkozók a Kommunista utca nevekhez. A névváltozás ugyanis nekik akár 100 000-es költséget is jelenthet. Volt, ahol petíciót is benyújtottak. Információink szerint nem vett részt tevékenyen Szita Bence mostoha anyja a kisfiú meggyilkolásában. Ezt tartalmazzák a nyomozás iratai. Felbújtással vádolják. A fél osztályt megbuktatta, a másik felének kettest adott. A végén őt bocsátották el az állásából. A bíróság is elmarasztalta a szárszói iskola igazgatót. Jó estét kívánok! Ingyenes helyett akár 100 000-es is lehet egy utcanévváltás a vállalkozóknak. A kormány döntése értelmében januártól nem viselheti közterület diktatúrák szereplőinek nevét a településeken. A névváltozás miatt egy sor új papírt, engedélyt kell beszerezniük a vállalkozóknak. Van, akinek ez 100 000 forintot is jelenthet. A rácegresiek petíciót nyújtottak be az önkormányzatnak emiatt. A vállalkozók érdekképviselete szerint a költségeket az államnak kellene állnia. Rácegres lakossága nem kívánja az utca nevének megváltoztatását. A falubeliek 80%-a aláírta azt a petíciót, amelyben azt kérik, hogy a településükön a Latinka Sándor utca nevet ne változtassák meg. Az, hogy az abban az időben az ember az volt, aki, arról mi nem tehetünk, hát most ez nincs semmi gondunk. Az utcában több vállalkozó lakik, nekik a névváltozás számos költséget is jelent. 40 utánajárásos helyet igényel, ahogy összeszámoltuk, és tartunk tőle, hogy egy-két helyen újra és újra vissza kell menni, mire ezt sikerül elintézni. Költségbe körülbelül egy 100 000-es nagyságrendűnek mondható. Egy új törvény szerint közterület közintézmény nem viselheti január 1-től diktatúrák szereplőinek nevét. Vállalják át az anyagi terheket, és akkor azt mondom, hogy lehet Kukutyin Péter utca, és az se érdekel. Körülbelül mekkora költség ez nektek? Hát nekünk a nejemmel együtt közösen 80-100 000 forintra rúgna ez a költség. A vállalkozóknak fizetniük kell például a földhivatali illetékért, új cégbejegyzésekért, vagy az új engedélyekért az adóhivatalnak. Marad a haszon. A polgármester azt mondja, ennek ellenére kénytelenek megváltoztatni az utcák nevét, akár tetszik ez az ott élőknek, akár nem. Megértem őket, már ugye egy megszokott 40-50 éves utcanevet ugye át kéne változtatni. De mindenképpen muszáj megoldanunk, mert a törvényi feltételnek meg kell felelni az önkormányzatnak is, ugye, hogy más településeken, városokban is ezt megtették. Doxner Gábor szerint a költségeket annak kellene állnia, aki kötelezővé tette az utcanevek megváltoztatását, vagyis az államnak. Teljes költségviselést tartom méltányosnak, tehát az, hogy valaki ezt így gondolja, akkor fizesse ki mindazt a utánajárást, az illetékeket, mindenfélét, amivel ezt kerül. Ez ne legyen egy újabb adó. Megkerestük az ügyben a belügyminisztériumot, ott azonban azt mondták, forduljunk az önkormányzatokhoz. Somogyban 16 települést érintett a rendelkezés, a legtöbb helyen már áttáblázták az utcákat. Több adót és több csempészt gyűjtöttek be tavaly a Nemzeti Adó és Vámhivatal dolgozói. A vámosokat a legkülönbözőbb trükkökkel próbálják meg átverni a csempészek, de arra is volt példa, hogy szó szerint megverték őket. Erről is beszámoltak mai évértékelő sajtótájékoztatójukon. Ezek a képek tavaly készültek, sörös dobozokba rejtették el a cigarettákat a csempészek. A vámosok tapasztalatai szerint a legfurcsább helyekre is megpróbálják elrejteni előlük a csempészárút. Találtunk már kilós kiszerelési lisztben is, bombonos dobozokban is előfordult már, küszöbben, vadrácsban, oda is be tudják helyezni, illetve az oldalfalban. 11 esetben drogcsempészt is fogtak tavaly, és természetkárosítás miatt is tettek feljelentést. Egy férfi 62 fürjet próbált átcsempészni a határon több mint 3 millió forint értékben. Hatékonyan dolgoztak az adóhivatalokban is. Csak nem 5%-kal több adót fizettek a somogyiak tavaly, mint egy évvel korábban. Ahogy a táblázaton is látszik, az önadózós bevételek meghaladták a 81 milliárd forintot. Személyi jövedelemadót csak nem harmadával többen fizettek, mint az azt megelőző évben. Emögött gyakorlatilag inkább megnevezhető a minimálbér emelkedése, a bérkompenzáció intézménye, és hát sajnos adójóváírás már nem tudtak érvényesíteni a megváltozott jogszabályok alapján az adózók.
Az általános forgalmi adóban azonban 60%-os csökkenést tapasztaltak, ez a mezőgazdaságban bevezetett fordított áfaszabályok miatt van. Bár a revizorok kevesebbszer ellenőriztek, mégis több adót sikerült beszedniük, 6 milliárd forintot. Idén a nagyadózók, valamint a kezdő és megszűnő vállalkozások ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak, ráadásul idén jönnek az új szabályok, amelyekre fokozottan figyelnek majd. Április 1-től bevezetésre kerül a sertés ágazatot érintően is. A fordított adózás a mezőgazdaság tekintetében, illetve itt van egy az adózók számára és számunkra is új intézmény, ami szintén új módszereket helyez előtérbe a május 1-től bevezetésre kerülő online pénztárgépekhez kapcsolódó szabályozás. Ezen kívül idén a többi között az édességkereskedők, a kertészek és a húskészítmények gyártói számíthatnak biztosan ellenőrzésre. 2 év alatt csak nem a felére csökkent a Kapos Holding önkormányzati támogatása. Ez azt jelenti, hogy a cég teljesítette a kaposvári közgyűlés feltételeit, és költséghatékonyan dolgozott az elmúlt évben. Erről a mai sajtótájékoztatóikon számolt be a cég vezérigazgatója, Gombos Attila. A holdingnak azonban továbbra is problémát jelent a több mint 660 millió forintos kintlévőség, ezért a jövőben továbbra is nagy hangsúlyt fordítanak a tartozások beszedésére. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a költséghatékonyság jegyében a belső tartalékot tárjuk föl. Pozitívan értékelte az elmúlt évet a Kapos Holding vezérigazgatója, Gombos Attila, a mai sajtótájékoztatón. A cégnek sikerült teljesíteni a kaposvári közgyűlés feltételét, eszerint a korábbi önkormányzati támogatás feléből is eredményesen tudtak működni. A kaposvári önkormányzat által adott támogatás közel 700 milliós szintjéről 352 millióra csökkent 2012 év végére önkormányzati támogatás összege. A cégcsoport annak ellenére tudott eredményes maradni, hogy egyre többen késve fizetik ki a számlájukat. Tavaly év végére a kavíz kintlévősége 169, a KVG 320, míg a vagyonkezelői 173 millió forint volt. A három cégnek összesen több mint 660 millió forinttal tartoznak az emberek. A társaság ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy csökkentsék ezt az összeget, eddig kisebb-nagyobb sikerrel. A nem fizetők felszólítását követően fizetési meghagyást bocsátottunk, illetve végrehajtást kezdeményezünk az ügyfelekkel szemben. Ennek ellenére kintlevőségeink mégis nagyságrendekkel nőttek minden egyes cégnél. Hogy javítsanak a fizetési hajlandóságon, azok, akik nehéz anyagi helyzetben élnek, lakásfenntartási támogatást igényelhetnek az önkormányzattól, amit a városi szolgáltatóknál rezsirendezésére is fordíthatnak. Csökken az üzemanyagok ára szerdától, a benzin 6 forinttal, a gázolaj pedig 2 forinttal lesz olcsóbb. A változással a gázolaj átlagára 429-430 forint, a 95-ös benziné pedig 432-433 forint lesz. A benzin ára egyébként tavaly április elején érte el a csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. Emberölés kísérletével vádolják a 15 éves késelőt. A csökői fiú pengéje centikre állt meg áldozata tüdejétől, mindjárt elmondjuk, mind veszettek össze. A héten megkezdődnek az iratismertetések Kaposváron a tavaly októberben brutális kegyetlenséggel meggyilkolt Szita Bence halála miatt indított eljárásban. A védőügyvédek csak ezután beszélnek a részletekről. Információink szerint azonban a nyomozáskor a gyanúsítottak szerepeit tisztázó vizsgálat megállapította, hogy P. Erika nem vett részt a gyermek megölésében, hanem felbújtóként bízta meg gyilkossággal a másik két gyanúsítottat, B. Józsefet és K. Józsefet. A Somogy megyei főügyészség várhatóan heteken belül vádat emel az eljárásban, és még a nyári ítélkezési szünet előtt megkezdhetik a büntetőügy tárgyalását. A három gyanúsítottat akár tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélhetik. Leváltották a Balatonszászói általános iskola igazgatónőjét, mert egy 27 fős osztályból a diákok több mint felét megbuktatta, vagy kettes osztályzatot adott kémiából. Egy tanulót javító vizsgára sem engedett. Az önkormányzat a szülői panaszok miatt visszavonta az igazgató megbízását, a pedagógus munkaügyi bírósághoz fordult, de nem járt sikerrel. A Kaposvári Munkaügyi Bíróság először a nemjogos ítéletben megállapította, hogy az önkormányzatnak van igaza, tehát elutasította a felperes keresetét, később pedig ezt a határozatot a Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság helyben hagyta.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság ma azt a 15 éves csökői fiút, aki hátba szúrt egy 19 éves jutai férfit pénteken a kaposvári buszpályaudvaron, miután összevesztek. Emberölés kísérletével gyanúsítják. Úgy tudjuk, a két fiatal egy lány miatt veszett össze. A megkéselt áldozatnak szerencséje volt, a penge épp hogy elkerülte a tüdejét, ezért maradt életben. A somogyi bíróságok gyorsan és jól végzik munkájukat, hangzott el ma a kaposvári törvényszék évértékelő sajtótájékoztatóján. Handó Tünde, az országos bírósági hivatal elnöke szerint a nyugdíjazott bírák ügye hamarosan megoldódik. Holnap szavaz az erről szóló törvénymódosításról az országgyűlés. Rohamosan emelkedik a bíróság elé állított szabálysértők száma Somogyban. Két éve több mint 5400-an, tavaly már 7400-an voltak, ez 150%-os emelkedést jelent. A büntetőügyek és polgári peres ügyek száma viszont folyamatosan csökken, és ezeket gyorsan be is fejezik. A tavalyi évben befejezett pereink közül minden bíróságon és minden ügyszakban az ügyek 90%-át meghaladó volt az, amit befejeztünk egy éven belül. A törvényszéki másodfokon ez 99,6, illetve 7%. Az országos bírósági hivatal elnöke szerint ez példaértékű. Ezt az arányt szeretnék meghonosítani mindenütt az országban. A jó arányt ráadásul új vezetői gárdával érték el, mert a korábbit a nyugdíjazások miatt lecserélték. 5 kényszernyugdíjazott kaposvári bíró azóta munkaügyi pert nyert az ügyben. Handó Tünde szerint egyébként a nyugdíjazott bírák ügye hamarosan megoldódik. A parlament előtt fekszik egy törvénymódosító javaslat, a holnapi napon egy újabb módosító indítványról lesz szavazás. Ezek a javaslatok rendezik a tavaly felmentett bírók sorsát. Méghozzá úgy, hogy az érintettek maguk dönthetik el, vissza akarnak-e térni a munkájukhoz. A visszatérő és korábban vezetői tisztséget betöltött bírák azonban ugyanabba a pozícióba nem kerülhetnek vissza, ha azt azóta betöltötték. Baleset miatt zárták le a 65-ös utat Siófok-Kiliti közelében ma délelőtt. Egy teherautó letért az útról és az árokba borult. A sofőr nem sérült meg. A műszaki mentés miatt teljes volt az útzár, az arra közlekedők várakozni kényszerültek. A baleset okát vizsgálják a rendőrök. Több mint 1600 kaposvári maradt villany nélkül vasárnap este. 9 óra körül többször is elment az áram a város különböző részein. A kapos.hu információi szerint egy kábel összekötő meghibásodása okozott problémát. Az EON a hibát még este kijavította. Az áramkimaradásokat egyébként az automatikus zárlathárítások miatt érzékelhették a kaposváriak. Főbb híreink még egyszer röviden. Ragaszkodnak a vállalkozók a kommunista utcanevekhez. A névváltozás ugyanis nekik akár 100 000-es költséget is jelenthet, volt, ahol petíciót is benyújtottak. Információink szerint nem vett részt tevékenyen Szita Bence mostohaanyja a kisfiú meggyilkolásában, ezt tartalmazzák a nyomozás iratai, felbújtással vádolják. A fél osztályt megbuktatta, a másik felének 2-est adott, a végén 5 bocsátották el az állásából, a bíróság is elmarasztalta a szárszói iskolaigazgatót. Erőszakos csatornatisztítókat kapcsoltak le a rendőrök, erről is olvashatnak Somogy videós hírportálján. A Kapos Sport legújabb híreivel Diavári Önöket. Jó estét kívánok! Nem szakadt meg a nagyszerű sorozat. 2013-ban is a finó férfi röplabda csapata hódította el a Magyar Kupa első helyét. A kaposváriak 21 évvel első sikerük után ezúttal Gödöllőn emelhették magasba a trófeát. Az ünneplés képei mellett a sikerek titkáról is szó lesz a mai Kaposportban. Tartsanak velünk! Ma esti kínálatunkban foci. A Győri Etóval játszik a kaposvári Rákóczi. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! A kapos pont után már is jön az időjárás jelentés. Az időjárás jelentés támogatója a fa és műanyag nyílászárók helyi gyártója, otthon a melegének őrzője, az Ön megbízható partnere, az Alfa Tót Kft. Mert szenvedélyünk a nyílászáró 1991 óta. A hét második felében záporok érkeznek, de a hőmérséklet folyamatosan melegszik. Jó estét kívánok!
Kedden folytatódik a derült és nyugodt idő. Időnként fátyolfelhők takarják majd a napot, de csapadék nem lesz. A maximumok 10 és 13 fok között alakulnak. Fronthatás nem várható. Szerdán hajnalban megszűnik a fagy, és plusz 2 fokot mérhetünk. Napközben marad a vidám idő, 13 fokos hőmérséklettel. A délutáni esti órákban tovább növekszik a felhőzet, de csapadék még ekkor sem várható. Csütörtökön a reggeli órákban köd képződhet, ami a folytatásban feloszlik, viszont ezen a napon kevesebb napsütésben lesz részünk. A nap folyamán borongós, csapadékos időjárás várható, de csak záporok alakulhatnak ki. A szél időnként megerősödik, de a hőmérséklet továbbra is 13 fokig melegszik, sőt a reggeli órákban is már plusz 4 fokra számíthatunk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója az új Skoda Rapid forgalmazója, a Kargmobil Kft. Majoros Ritát és Mlinarics Noémit az Orszély öltözteti.